Időnként kinézhetek, vagy inkább ne? Bármit csinálhatsz, ahogy neked jó. Jó. Kurátortársammal, Bárány Zsófiával és Klestenik Tiborral együtt szeretettel hívunk és várunk mindenkit a Szent István Társulat és az Országos Széchenyi Könyvtár közös kiállítására. Ez a társulat 175 éves történetét mutatja be, és arra törekedtünk, hogy azt a sokféleséget és kiadói sokszínűséget is megjelenítsük, ami a 175 év alatt jellemezte és máig jellemzi a kiadót. Egyházi kiadóról van szó, tehát joggal merülhet fel a látogatóban, hogy elsősorban lelkiségi és egyházi köteteket fog találni, de találhatunk világi irodalmat, tudományos irodalmat, szép irodalmat, gyermek és ifjúsági irodalmat, tankönyveket, ez egy nagyon fontos szelete volt a kiadói profilnak, folyóiratokat, kottákat, térképeket, szentképeket, díszalbumokat, és egy úgynevezett vegyes kiadványok tárlót is, ahol próbáltuk az ismeretterjesztő kiadványokat, a különböző úti könyveket, visszaemlékezéseket összegyűjteni. Krimit is találnak a kínálatban, illemtankönyvet, szakácskönyvet, és még számos meglepetést. Olyan érdekességeket is igyekeztünk megmutatni, amelyeket egy úgynevezett mozaik falon mutatunk be a látogatóknak. Ez 24 kétoldalas forgatható kis tabló, ahol a sorozatokról, a nők szerepéről a társulatban, más felekezetekkel való kapcsolatokról esik szó. Hívunk mindenkit, január 31-ig megtekinthető nálunk a kiállítás. Szeretettel ajánlom a Nemzeti Könyvtár blogját is, ahol egy 11 részes sorozatban mutatjuk be tulajdonképpen a kiállítás anyagát. Olvassák és látogassanak el hozzánk. Várjuk Önöket!